Dr. Guller Zoltán háziorvos a Mindennapok szolgálatában. Nős, két gyermek édesapja. Dr. Guller Zoltán háziorvos vagyok. Budafokon, 22. kerületben dolgozom. Ott van a háziorvosi rendelőm. Újpesten születtem, ott nőttem fel, iskoláimat is ott végeztem. Nagyon érdekelt kezdetben a humán tárgyaknak a köre, és kezdetben úgy nézett ki, hogy történész leszek, és ez irányban jól is szerepeltem. Aztán másként alakult a helyzet. 73-ban a sors úgy hozta, akkor gimnazista voltam, hogy Szent Györgyi Albert, a Nobel-díjas biokémikus Magyarországra látogatott, és az ő tévében akkor még ugye egy vagy két csatorna volt. Néztük mindannyian az ő vele készült életi interjút, és nagy hatással volt ez rám, az ő embersége, nagysága, szakmailag, etikailag színes egyénisége, és akkor úgy döntöttem, hogy orvos leszek, tehát én ezt elég jól tudom egy konkrét eseményhez kötni. Onnantól kezdve már tényleg szakirányban foglalkoztam, én kémia tagozatos voltam a gimnáziumban, és ugye hát a biológiát azt amúgy is szerettem, ezt kellett hozzávenni, de bizony a felvételi tárgyakban, hát egy kicsit azért úgy érzem, hogy pont a szűrés, a jelentkező egyetemre felvételiző szűrése céljából a fizika keményen ott volt a tárgyak között, tehát ezt is kellett vinni, tanulni, így szüleim segítségével is hát külön fizika órákat vettem fel, és gyakorlatilag sikerült hát elsőre bejutni az orvos egyetemre. Itt azonban én kihangsúlyoznám azt, hogy nem volt egyszerű a bejutás, mert akik jól szerepeltek a felvételin, és már akkor vezették be azt, hogy az érettségi és a felvételi, tehát a felvételi tárgyakból közös volt az érettségi és a felvétel, nem kellett külön érettségizni. Majdnem maximális pontszámot értem el, de tulajdonképpen hát legalábbis úgy kapta az ember az információkat, hogy nem vettek volna fel. Én kötöttem akkor a honvédséggel egy ösztöndíjas szerződést, ami alapján az akkori magyar honvédség az a fejében volt, orvosként a seregnél dolgozik a végzős orvos, ő náluk helyezkedik el. Így gyakorlatilag sikerült az egyetemre bejutni. Én mindig olyan irányultságú voltam, hogy az elméleti, a kicsit oknyomozó stílust szerettem, mint akár a kriminalisztikában, és így is viszonyultam az orvostudományhoz. Tehát én kezdettől fogva belgyógyász akartam lenni. Mindig érdekelt az a folyamat, hogy hogyan tudunk a panaszokból, tünetekből, leletekből, a megfigyeléseinkből eljutni egy betegségnek a feltárásához, azaz a diagnózisához. Ezért aztán, tehát nem annyira a manuális szakmák felé orientáltam, hanem kezdettől fogva az én célom az volt, hogy belgyógyász legyek. Természetesen hát nagyon sokan jelentkeztek akkor is, abban az időben is, ez 82-ben volt, mikor végeztem az egyetemen, a
különböző kórházakba, és nagyon sok helyre nem volt megszabva, hogy hány helyre lehet beadni a jelentkezést. Volt olyan kórházi állás, amit akkor 120-an pályáztak meg, tehát egy darab állást. Gyakorlatilag nem is jutottam be, tehát nem tudtam rögtön belgyógyász lenni, és adódott az a lehetőség, hogy már ugye az ötödik évfolyamtól mentőtisztként lehetett dolgozni, ami hát szenzációs, ezzel a szóval tudom mondani, hogy szenzációs volt, mert annyi gyakorlati ismeretet adott, amit addig gyakorlatilag az öt év alatt nem kaptunk, és ráadásul, ha letettünk egy megfelelő mentőtiszti vizsgát, akkor kivonuló mentőtiszti szolgálatot is vállalhattunk, és még kicsit kerestünk is mellette. Igen, 1982-ben végeztem tehát, és akkor, mivel nem kaptam kórházi belgyógyászi állást, ezért adódott egy lehetőség, hogy az országos mentőszolgálatnál kivonuló mentőorvos lehessek. De abban az időben Budapesten sem volt éppen szabad állás, én így egy évre lekerültem Tatabányára, ami szintén egy jó iskola volt, nagyon jó közösséggel, és gyakorlatilag egy év után visszakerültem Budapestre, és akkor itt három évig voltam mentőorvos, a Dere utcai mentőállomáson, ami nagy területet látott el, és nagyon sok súlyos esetet is láttunk, tehát orvosszakmai szempontból ez is jó iskola volt. Ezután bekerültem a hőnállított belgyógyászati osztályra, és ráadásul egy nagyon jól vezetett, nagyon jó szakmai reputációt adó osztályra, Szent László Kórházba. A főnököm egy régi vágású, nagyon emberséges és jól prosperáló osztályt vezetett, és itt lettem aztán belgyógyász szakorvos, majd mivel fertőző profilja is volt az osztálynak, újabb két év után fertőző betegségekből is szakvizsgáztam. 10 év után, kórházi gyakorlat után megint kerestem az új utakat, és úgy éreztem, hogy vannak más lehetőségek is az orvosi pályán, más irányból is rálátunk a betegekre. Engem érdekelt a házi orvosi pálya is, és lehetőségem volt, hogy a jelenlegi munkahelyemre kikerüljek. Ez 96-ban történt meg, és azóta vagyok az egyik budafoki háziorvosi, felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvos. Háziorvosi munkám során ugye meg kellett tanulnom sok olyan újabb tényezőt, ami a kórházban nem találkoztam. Ugye legelőször az, hogy ugye én látom először a beteget, a kórházban sokszor egy előkészített beteg jön, akit már lehet, hogy a felvételi osztályon megvizsgáltak, már van egy kórlapja, már vannak leletei. A házorvosi munkában a legelső panasz alapján, sőt még ha nem ismerem, a bemutatkozással kezdődik a vizsgálat is, és nagyon sokat jelent az első benyomás, az első tünetek. Ezt így fokozatosan nekem is kezdetbe át kellett állnom, és mondhatom, hogy nagyon megszerettem, mert ez az oknyomozó stílus, amit szeretek, az teljesen egy irányba mutat ezzel. És gyakorlatilag kellett ugyan több év, míg rendesen ugye megismertem ezt a körzetem betegeit. Hozzá kell tennem, hogy ebben sok segítséget kaptam, mert az elődöm, akinek a helyére kerültem, egy nagyon jól nagyon jó kézben tartotta a körzetet, nagyon jó házi orvos volt,
és ráadásul egy kiváló asszisztensnőt hozott oda jó szemmel, aki én csak örököltem tőle, és azóta is együtt dolgozunk. Az évek során eljutottunk oda, ami tényleg a házorvosi munkában egy nagyon szép dolog, hogy most már van több olyan betegem vagy családom, akinek a nagymamától, nagyszülőktől az unokáig mindenki hozzám tartozik, és látom az egész családot, és ami szintén, tehát részben a családi betegségek, az öröklődés szempontjait is figyelembe tudom venni, vagy hajlamokat, családi szokásokat. És ugye a kórházi munkában ugyan ez sem kerül bele, azon kívül látom az embereknek a természetét, az emberi tulajdonságait, amivel ugye kórházi szinten nem nagyon szoktak foglalkozni. Holott itt értékelődött föl a házorvosi munkában az én szememben is, hogy mennyit számít a részben a családi háttér, amit otthonról hoznak, részben azok az életmódbeli szokások, amik természetesen az egészségi állapotunkat is nagyban befolyásolják. A házorvosi munkám során megtanultam azt is, és hát de ez természetesen ismert volt, de gyakorlatban szembesültem vele, hogy az egész emberrel kell foglalkozni. Ez tulajdonképpen nem volt azért nehéz, mert a belgyógyász is azon orvosok közé tartozik, aki még az egész emberrel foglalkozik. És itt szoktam mondani a betegeinknek, hogy ha mi csak ilyen szakterületekkel foglalkoznánk, akkor megtehetnénk azt, hogy ki megy az asszisztensnél nővér a váróba, és azt mondja, hogy mostantól kezdve csak az jöjjön be, akinek nyaktól felfelé van betegsége. Hát ezt mi nem tehetjük meg. És ráadásul, amit ugye sokan mondanak, már egyre nagyobb most már a jelentősége, hogy a lelki tényezőket is legalább olyan mértékben figyelembe kell venni, mint a testi tényezőket. Tehát ami gyakorlatilag a régi filozófiában is benne volt, utalok csak a görög éptestben épp lélek mondásra. És aztán nem teljesen elégített ki engem az úgynevezett nyugati akadémikus orvoslásnak a rendszere, mert voltak olyan tényezők, amiben azt éreztem, hogy bizonyos tüneteket, hát részben csak tünetileg kezelünk, nem okilag, részben úgymond letompítjuk a tüneteket, azáltal a beteg jobban érzi magát, de nem gyógyul meg, és állandóan kiújulnak a panaszai. Ezért fordultam a keleti orvoslás felé. Ez azért, engem régen is érdekelt a keleti filozófia, tehát ez sem volt nehéz. Mert egyik kollega megkeresett, és mondta, hogy indul egy ilyen akkreditált képzés, ami hát neves orvosok vezetésével zajlik, és így kerültem egy hagyományos kínai orvoslás tanfolyamra, ami egy 2 éves tanfolyam volt, amely akkreditált és a Pécsi Orvostudományi Egyetemen vizsgázni kellett belőle, és gyakorlatilag egy licenc vizsgát tettünk. Aki ezt elvégezte, az akupunktúrás kezeléseket is végezhet. Gyakorlatilag így kezdtem ezt a szakirányú pályát is, és gyakorlatilag egy magánrendelőt nyitottam ezek után, ahol nem ugyanazt a, mert sokan kérdezték, hogy jaj, de jó, hát sokan vannak mindig a rendelésen, az rendelésen, hogy nem lehetne akkor bizonyos panaszokkal oda jönni, de én ezt nem ugyanazt akarom csinálni, amit a házorvosi munkám során, hanem ez egy kiegészítő tevékenység, és itt gyakorlatilag a keleti orvoslás irányába mutató rendelést végzek. Úgy érzem, büszke lehetek a szakmai munkámra,
a mentőszolgálatnál eltöltött évek során sokat tanultam, ráadásul ott is találkoztam egy-két olyan kollégával, akiktől szintén nagyon sokat lehetett tanulni, akiket fel lehetett nézni. Ugyanezt mondhatom el a belgyógyászati osztályos éveimről, és ezeket tudom hasznosítani a mindennapi háziorvosi munkám során, diagnosztika, mind terápiás szempontból. Az külön örömmel tölt el, hogy kapcsolatba kerültem és elvégeztem ezt a hagyományos kínai orvoslás tanfolyamot, mert megerősíthettem ezzel azt, hogy az egész emberrel foglalkozzak, mind testileg, mind lelkileg. Azon kívül adott ez egy külön más szemléletet is a munkám során, és egyébként minden olyan orvos, aki ilyen szemléletű, megerősíti azt, hogy nagyon jól kiegészíthető és egymás mellett megfelelő, korrekt szempontok betartásával vihető a nyugati és a keleti orvoslás. A sors úgy hozta, hogy megkerestek nagyjából abban az időszakban, egy-két évvel ebben a körzetben való kiutásom után, hogy kedvem lenne egy kerületi cukorbeteg klub vezetésére, mert nem működött a kerületben, és rám gondoltak, mert hallották, hogy ilyen irányú érdeklődésem is van, és két dietetikus kolléganő segítségével létrehoztunk egy cukorbeteg klubot, amivel próbálunk a kerület lakosainak bizonyos időközönként előadást tartani, vagy én, vagy a dietetikus kolléganők, vagy meghívott előadókkal, és itt lehet kérdezni, itt mindenki elmondhatja a betegségét, illetve amit nem tud, és amire kíváncsi lenne, amit esetleg nem mert volna megkérdezni a saját orvosától, és azon kívül olyan ismereteket próbálunk közérthetően átadni mindenkinek, amit tud mindenki hasznosítani a cukorbetegség kezelése során, de nem csak a cukorbetegség, hanem az egészséges életmódra is adunk rengeteg tanácsot, és öröm látni a zömében hát idősebb betegeken, hogy amikor örömmel tölti el őket azt, hogy megértették az akár kicsit bonyolultabb orvosi kérdéseket is, ha jól mondtuk el nekik, és persze közönhetően. Köszönettel tartozom szüleimnek, akik már nem élnek, de akiktől rengeteg útmutatást, támogatást, biztatást, muníciót kaptam. Szóval nem voltak értelmiségiek, anyám tisztviselő volt, édesapám hivatásos katonatiszt, de sok értéket közvetítettek számomra. Édesanyám egy szelíd lelkű, egyszerű, intelligens asszony volt, édesapám egy határozott, kemény, fellépésű, gyors ember volt, akik szigorú puritán szellemben neveltek. A hazaszeretetre való nevelés is őtőlük származik, és a meghatározó volt számomra az általános műveltség kialakítása és a látóköröm kialakítása is, amit szintén tőlük szereztem, tőlük indultam ebben az irányban. Nyomatikusan hangsúlyoznám, hogy a igaz hazaszeretet nem irányul senki és semmi ellen, nem becsüli le más népeket, nem tiporja le azok önbecsülését. Azzal, ha mi a értékeinket, hagyományainkat bevisszük Európába, és úgy csatlakozunk a világ népeinek közösségéhez, hogy ezeket az értékeket közvetítjük oda is, azzal gazdagítjuk a világ kultúráját.
A már említett Szent Györgyi Albert professzor szavaival élve kulturális nagyhatalom vagyunk. De azok csak akkor maradunk, ha ezért teszünk is méghozzá aktívan. Ha külföldön vagyunk, sose feledkezzünk el arról, hogy honnan jöttünk, és próbáljuk közvetíteni saját értékeinket, amellett, hogy természetesen próbáljuk megismerni más népek kultúráját. Ha viszont itthon vagyunk, kötelességünk, értékeink, hagyományaink ápolása és gondozása. Sokszor gondolok szüleimre, és még ma is próbálok az ő elvárásainak megfelelni. Napi tevékenységem, munkám során arra gondolok, ha jól végzem a munkámat, akkor talán nem kult rossz talajra az ő szellemiségük. Nős vagyok, két gyerekem van, fiam és egy lányom. A család fontos háttér számomra, de rögtön ki kell hangsúlyozni, hogy a munkám miatt sajnos keveset vagyok otthon, és a család is viszonylag ritkán lát engem. Feleségem, aki tanárnő, nagyon nagy szerepet vállalt a gyerekek nevelésében, oroszlán részt vállalt, ami miatt köszönettel tartozom neki, és ezt a bizonyos hátteret ő biztosította számomra. Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor végre hazaérkezem és a családom fogad, otthon ugyanígy a család is lát végre engem. Másik nagy érzés, hogy látni most már kamaszok a gyerekeim, hogy ahogy cseperednek és ahogy fokozatosan egyre jobban kibontakozik az egyéniségük. Sokszor az orvosi szakma olyan, hogy sokszor hétvégeken továbbképzések vannak, és még akkor is sem vagyok otthon. Szoktam mondani, hogy ez egy olyan szakma, amin fölültünk egy vonatra, és nem tudunk leszállni, mert az visz tovább, az orvos holtig tanul, tehát nem hallja meg az idők szavát, hogyha nem halad a tudomány fejlődésére. Összegzésképpen kiemelném, ki szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a szakmában a legfelemelőbb érzés az, amikor egy korábban rosszul lévő, panaszkodó, rossz állapotú beteg javul vagy meggyógyul. Ez egy olyan csodálatos katarzisszerű érzés, ami léleknemesítő hatással ér fel.